350 ezres bírságot szabott ki a Mi Hazánk adventi keresztállítása miatt a Soproni Tamás Momentumos polgármester által vezetett Terézváros önkormányzata, melynek azt a rendészeti osztályát találták illetékesnek az ökumenikus keresztállítási missziónk ügyében, mely a felszentelt kereszt megrongálása ügyében viszont egyáltalán nem is indított eljárást. A Momentum kiskirálykodó polgármestere novemberben még azzal az indokolással utasította el a közterület használati kérelmünket, hogy a nyugati téren nincsen hely, csak a Hanuka gyertyáknak. Két évvel korábban még nyíltan beismerte, hogy politikai alapon diszkriminál minket. Tiltása ellenére ökumenikus keretek között felállítottuk a keresztet, mert Magyarország a magyaroké. Nem hátrálunk, hanem egy jogi kiskaput felhasználva több mint egy hónapos vízkeresztig tartó gyűlést jelentettem be a rendőrségen, melynek díszleteként állt a kettős kereszt, ezért az önkormányzat bírságával szemben fellebbezéssel él a Mi Hazánk mozgalom, és hivatali visszaélés miatt feljelentést is teszünk az önkényeskedő polgármesterrel szemben. Soproni Tamás nácizó uszítása nyomán sajnos nem meglepő, hogy idén, illetve legutóbb is decemberben tetlegességig fajult a keresztény ellenesség. Többször megrongálták a nyugati téren felszentelt keresztünket. Nem tolerálták a nemzeti színű gyertyákat sem, ellopták azokat a talapzatáról, illetve letépték az áldott karácsonyt és boldog új évet a keresztény és magyar országnak feliratokat az ökumenikus keretek közt felállított kereszt talapzatáról. Végül egy részét sajnos össze is törték a talapzatnak. Idén is feljelentést tettem, de egyelőre ugyanúgy eredménytelenül, mint a korábbi években, sőt, le is zárták a nyomozást, nem találták meg a tettest. Tehát a számos rongálás egyetlen elkövetőjét sem kutatta fel a rendőrség, mely csak a Hanuka gyertyákat őrzi. Ez ugyanolyan kettős mérce, mint hogy a zsinagóga állandó rendőri védelméhez hasonló biztosítást hiába kezdeményeztünk a szabadságtéri hazatérés református templomának, holott csak utóbbit szokták megtámadni, főként a bejáratnál lévő hortiszobrot, de a lépcsőt is vörös festékkel öntötték le. Pintér Sándor azonban megtagadta a zsinagógához hasonló rendőri felügyeletet. A kereszténység általános jelképének forgalmas közterületekre helyezésével a fő célja a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy megálljanak az emberek egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi, tehát keresztény értelmén. A keresztállítási misszió tehát egyfajta tüntetés is népünk fogyasztói társadalommá való zülesztése ellen. Karácsony üzenete ma is az az örömhír, amit Máté evangéliumában ugye úgy olvasunk, hogy velünk az Isten, és mi magunk is azt hirdetjük vele, hogy a kereszténység gondolatvilága az a mindennapjaink része kell legyen, így jelképesen a kereszteket sem engedjük a templomokba zárni.